Thank you. Fiasztok, ez egy oktatási anyag a CANSAT verseny magyarországi fordulójához, amiben a villamos alapismeretekről lesz szó. A CANSAT verseny lényege, hogy italos doboz méretű műholdszimulációt hozzatok létre. Ez a projekt több kisebb részre adatra bontható. A mostani oktatási anyag ezek közül a kötelező küldetéshez kapcsolódik. A kötelező küldetésben a CANSAT adatgyűjtést végez, és a gyűjtött adatokat a földi állomás felé továbbítja. Mik is a kenszet összetevői? Egy mikroprocesszor, egy hőmérsékletérzékelő, érzékelő, egy atmoszferikus nyomásérzékelő, egy vezeték nélküli rádióadóvevő, egy antenna és egy energiaforrás. És mik a földi állomás összetevői? Egy mikroprocesszor vagy egy laptop, egy vezeték nélküli rádióadóvevő és egy antenna. Ezek az elemek mind szükségesek a kötelező feladat megvalósításához, ahhoz, hogy megértsétek, hogy hogyan működnek ezek a komponensek, alapvető elektromos ismeretekre van szükség. Az anyag egyik alapvető tulajdonsága a villamos töltés. Ezt egy előjeles kalár mennyiséggel jellemezzük, amit Q-val jelölünk, és a mértékegységét nagy C-vel jelöljük, és kulumnak mondjuk. A villamos tér a villamos töltés következménye. Amennyiben a töltés nyugalomban van, statikus villamos teret hoz létre, ha pedig a töltés mozog, akkor váltakozó villamos teret hoz létre. Vezessünk be egy új fogalmat. A villamos áram nem más, mint a villamos töltések rendezett mozgása a fellépő erők hatására. Ezt az áramerősséggel jellemezzük, ível jelöljük, és a mértékegységét nagyalval jelöljük, és ampernek mondjuk. Az áram vektormennyiség, mennyiség, az az iránya és nagysága is van. A villamos áram nagysága megegyezik az áramvezető teljes keresztmetszetén egységnyi idő alatt átáramló töltésmennyiséggel. Azaz képlettel az áramot megkapjuk, hogyha a töltésmennyiséget osztjuk az idővel. Mennyiség definiálásánál általában esi szerepelnek. Mit jelent ez? Az az áram nagyobb, vagy erősebb, hogyha ugyanannyi idő alatt több az átáramoltatott részecskék együttes töltése, vagy pedig ugyanannyi az töltési részecske kevesebb idő alatt áramlik át. Ez a képletből matematikailag is látszik: a töltés mennyiséggel egyenesen arányos az áram, az idővel pedig fordítottan, fordítottan arányos. A villamos áram iránya pedig a pozitív töltés töltéshordozók áramlás irányával egyezik meg. Megbeszéltük, hogy az anyag elektromos töltéssel rendelkezhet. Az elektromos töltéssel rendelkező testek között kölcsönhatás lehet. Ezt a kölcsönhatást az elektromos mező vagy erőtér közvetíti. Az elektronok mozgatásakor az elektromos mező munkát végez, és ezt a munkavégzést a feszültség nevű mennyiséggel jellemezhetjük, ami túval jelölünk, a mértékegységét pedig nagy vével jelöljük, és voltnak mondjuk. A feszültség megadja, hogy mekkora munkát végez a mező egységi töltésen, amíg egyik pontból a másikba juttatja azt. Képlettel az elektromos munka, az tölt, az elektromos munka és az általáromoltatott töltés a feszültség. Előfordulhat, hogy idegen nyelvű leírásokban a feszültséget nagy vével jelölik. Most már van áramunk és feszültségünk. Építsünk áramkört. Az áramkör elemek lehetnek aktívak vagy passzívak. Az aktív elemek a források. A feszültség forrás mindig állandó UG generátor feszültséget kényszerít az áramkör két kapcsak közé. Az áramforrás pedig állandó IG áramot injektál a hálózatba. Ezt úgy is mondjuk, hogy az áramkör feszültség vagy áramkényszeres. A passzív elemek a fogyasztók, azaz terhelő ellenállások. Az aktív és a passzív elemeket vezetékkel kötjük össze. Ezekből az elemekből, akár, akár legókból már össze lehet építeni egy áramkört. Ilyenkor szempont, hogy legyen az áramkörben aktív elem. A képen látható áramkörbe a feszültségforrás állandó UG feszültséget ad be. Általában az áramkörökben a feszültség a kényszerérték, gondolhatunk akár az országos hálózatokra is. Ha az áram útjába sorosan valamilyen áramérő áramérőt csatlakoztatunk, az áramkörben folyó áramot mérhetjük. Két pont közötti feszültséget egy párhuzamosan csatlakoztatott feszültségmérővel mérhetünk. Látszik, hogy ebben az áramkörben egy darab fogyasztó van, így az áramkört a hálózati feszültséggel, a fogyasztón át folyó árammal, a fogyasztó ellenállásával és a rajta eső feszültséggel jellemezhetjük. Az áramot és a feszültséget már definiáltuk, de mi az az ellenállás? A kérdés tehát, mi az áram és a feszültség közötti viszony? Ohm törvénye kimondja, hogy egy vezető anyag egy áram alát szakaszán a villamos feszültség arányos az átfolyó árammal, és az arányossági tényező az ellenállás, amit erre jelölünk. A mértékegysége volt per amper, amit a nagy, jó meg a görög betűvel jelölünk, és ómnak mondjuk. Az összefüggés egy egyenletrendezési módszerekkel átrendezhető. Osszuk le mindkét oldalt ível. A bal oldalon ekkor úperi, a jobb oldalon pedig íperi szerel van. Íperi az egy, ezért kijön, hogy erre egy előúperi. Tehát a feszültség és az hányadosa az ellenállás. Nézzünk egy példát. Hogyha adott U egyenlő 12 volt feszültség, és erre egyenlő 3 ohm ellenállás, akkor mekkora az áram? Ohm törvényét az áramra átrendezve kapjuk, hogy I egyenlő U per R, azaz 12 volt osztva 3 ohmmal, az 4 amper lesz. Hogyha változatlan 12 volt feszültség mellett az ellenállást 6 ohmra növeljük, mekkora lesz így az áram? Ugyanígy számolva most 2 ampert kapunk. Látszik tehát, hogy az állandó feszültség mellett az ellenállás értékét növelve az áramnagysága csökken. Azaz, hogyha a feszültség a kényszerérték, az áramnagyságát az ellenállás növelésével vagy csökkentésével szabályozhatjuk. Hogyan válaszunk ehhez ellenállást? A kérdést a teljesítménytörvény segítségével értelmezhetjük. A villamos teljesítmény az időegység alatt elvégezett munkát jelenti, azaz a villamos munka és az időhányadosa a villamos teljesítmény, amit nagy P-vel jelölünk, a mértékegységét nagy V-vel VV jelöljük, és fatnak mondjuk. A feszültség definiáló képletéből átrendezhető, hogy V egyenlő U-szor Q, és az áram definiáló képletéből átrendezhető, hogy Q-szor I, Q egyenlő i T. Ha ezeket bejettesítjük az előbbi teljesítményképletbe, akkor levezethető, hogy P egyenlő U-szor I. Ez a villamos teljesítménytörvény. Az összefüggés több formában is felírható. Ha az ohm törvényt is alapul vesszük, akkor P egyenlő U -szeri, egyenlő R négyzet szer R, egyenlő U négyzet per R. Ebből következik, hogy ha az adott ellenállásra túl sok feszültség jut, akkor az ellenállás felforrósodik, ami legrosszabb esetben az ellenállás és a környező részek tönkremenetelét is okozhatja. Például, hogyha adott R egyenlő százom ellenállás, és P egyenlő fél watt teljesítmény, akkor mekkora lesz a megengedhető maximális feszültség? R és P adott út keresjük. Válasszuk ki azt a formulát, ami R-t, P-t és út tartalmazza, és rendezzük a keresett út feszültségre. Szorozzuk be mindkét oldalt R-rel. Ekkor a bal oldalon P -szer R, a jobb oldalon U per R szer R áll. R per R az egy, ezért ez kiesik, marad P szer R egyenlő U -nizet. Vonjunk gyököt mindkét oldalból. Ekkor kapjuk, hogy U egyenlő gyök alatt P Bejettesítés után kb. 7,7 volt érték adódik. Az ellenállásokat sorosan és párhuzamosan is kapcsolatjuk. Legyen adott három darab ellenállásunk, R1, R2 és R3. Ezek soros kapcsolása a baloldali rajzon látható. A három darab ellenállás, három darab sorosan kapcsolt ellenállás, helyettesíthető egy darab eredő ellenállással. Ekkor az eredő ellenállás értéke megegyezik a sorosan kapcsolt ellenállások összegével, azaz R eredő egyenlő R1, meg R2, meg R3. Általánosan, ha így darab egymással sorosan kapcsolt ellenállás van, ezek eredőjét megkapjuk, ha az így darab ellenállást összeadjuk. Tehát, hogyha az áramkör ellenállását növelni akarjuk, sorosan kell beiktatnunk ellenállásokat. Soros esetben minden ellenálláson ugyanaz az i áram folyik keresztül, viszont az ellenállásokon rendre U1, U2 és U3 feszültségesik. Az ellenállásokat párhuzamosan is kapcsolatjuk. Három darab párhuzamosan kapcsolt R1, R2 és R3 ellenállás helyettesíthető egy darab eredő ellenállással. Ekkor az eredő ellenállás reciproka az ellenállások reciprokának az összege. Hasonlóan így darabra. Látszik, hogy minél több ellenállást kötünk párhuzamosan, az eredő ellenállás értéke annál jobban csökken. Párhuzamos esetben a csomópontokban, azaz kettőnél több vezeték találkozásánál, az áram egy része az egyik irányba, a maradék része pedig a másik irányba folyik tovább. Így az ellenállásokra rendre I1, I2 és I3 áram jut, és mindegyik, feszült, mindegyik ellenálláson azonos ú feszültség esik. Ezekkel az alapképletekkel bármilyen bonyolult áramkör eredő ellenállása kiszámítható. Például, hogyha van két darab tízomos ellenállásunk, milyen lehetőségeink vannak? Hogyha egy darab ellenállást használunk fel, akkor az eredő ellenállás tízom lesz. Hogyha két darab ellenállást használunk fel, és ezeket sorosan kapcsoljuk, akkor az eredő ellenállás kétszer tízom, azaz húszom lesz. Hogyha két darab ellenállást használunk fel, és ezeket párhuzamosan kapcsoljuk, akkor az eredő ellenállás 5 ohm lesz. Végül, útra valóként, mérnöki feladatok megoldásánál elengedhetetlen az esély prefixumok, és így a számok nagyságrendjének szintű ismerete. Sziasztok!